Üdvillő módon mindenkinek! Nemrégiben lehetőséget kaptam az InfiRay P2 Pro kamerájának a tesztelésére, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy azóta is nagyon nagy örömmel használom a készüléket, ugyanis nagyon-nagyon könnyedén meg tudom nézni, hogy mely kábel melegedik, melyik cella melegedik jobban. Tehát egy nagyon-nagyon hasznos kis jószág egyébként a háznál, és lenyűgöző, hogy milyen teljesítménnyel rendelkezik, tehát hogy nem szaggat, nagyon szépen jól el tudja választani a hideget a melegtől, stb. Na most jelen esetben megkaptam az XH09-es verziót, ami egyébként egy továbbfejlesztett kivitel. Ez már nem beltérre szánt kamera alapvetően. Egy nagyobb objektíve van neki. Manuálisan lehet fókuszálni kedvünkre természetesen. Egy hajszállal nagyobb az előzőnél, ugyanis ez 23x23x23,9 mm. 18 g lett egyébként a súlya, hát kétszer olyan nehéz, mint az előző. Ugyanúgy kapható USB-C és Lightning csatlakozóval, és természetesen Android és iOS készülékekhez is. Olyan változatot kell rendeljünk, amilyen készülékünk van, nagyon-nagyon fontos. Ezt mindenki tartsa észben. A csomagban egyébként kapunk hozzá különböző kis tartozékokat, úgy mint USB kábelt, egy markolatot, ami jelentősen megkönnyíti a használatot, egy nyakpántot, természetesen egy kisebb kemény dobozt, amiben a kamerát tudjuk tárolni, és egy nagyobb dobozt, amiben mindent magunkkal tudunk vinni alapvetően. Lenyűgöző, mindenre gondoltak alapvetően. Szóval nézzük magát a hőkamerát, hogy hogy is néz ez ki a gyakorlatban. Az XH09-es rendelkezik manuális fókusszal. 252x192 pixel a felbontása, és 50 Hz-es a képfrissítése. Tehát már kétszer annyi, mint az előzőnek. Sokkal simább felvételeket lehet vele készíteni, tehát kevesebb szaggatás van. Egyébként van egy X3-os mód, ami egy ilyen, hát nem pixel duplikálás alapvetően, de mégis egy kicsit még jobban javít a képminőségen. Ezt majd az alkalmazásban meg fogjuk tudni nézni. Szóval indítsuk el a dolgot. A Play áruházból le tudjuk tölteni a Thermal Eye X applikációt, és ugye ezzel tudjuk majd használni magát a készüléket. Mivel én már ezt megtettem, csak csatlakoztatom a kamerát. Nagyon-nagyon jó hír egyébként, hogy nem kell a tokot levegyem a telefonról, ugyanis megfelelő hosszúságú az USB-C konnektor, és így is simán megmarad mindenféle gond nélkül. Hogy a kamerát használatba tudjuk venni, minden engedélyt meg kell neki adni, tehát hely, alkalmazás, hozzáférhet a memóriához, hozzáférhet a mikrofonhoz, stb. Stb. Különben nem fog jól működni. Na most ugye itt van maga a kamera, ami most fejjel lefele van per pillanat. Na de kezdjük is akkor az alkalmazást. Az alkalmazásban van egy fogaskerék ikonunk, ahol már látjuk első helyen a Temperature Settings-et. Itt meg tudjuk neki adni, hogy legyen-e hőmérséklet kijelzés, vagy ne legyen. Temperature unitben meg tudjuk adni neki, hogy Celsiusban, Fahrenheitben, Kelvinben szeretnénk látni az értékeket. Lehetőségünk van a pip bekapcsolására, amennyiben ezt megtesszük és kilépünk, akkor gyakorlatilag lesz egy sima kamera képünk is a hőkamerás kép mellett. Valami oknál fog ez most nem jelent meg, de amúgy kéne, hogy legyen. Akkor így már azt is látjuk, hogy éppen pont mi az, amit a hőkamerás képen látunk. Itt be tudjuk állítani a tájolását a hőkameránknak, amit most én 0 fokra fogok venni, és akkor innentől kezdve akkor már nem fejjel lefele fog leugni az egész mindenség, mint az előbb. A Capture Set menüpontban meg tudjuk adni, hogy mit szeretnénk rögzíteni a fotókon és a videókon, tehát lehetőségünk van ugye a hőmérsékletadatokat rögzíteni, és a háttérinformációkat is, például azt, hogy hol tartózkodunk, stb. Generál menüpontban tudunk nyelvet választani,
ott legyen-e egyébként a logó, vagy ne legyen ott, és témát is tudunk választani, természetesen tud igazodni a telefonhoz is. Ugye, hogy sötét vagy világos módban legyünk. Help menüpontban pedig ugye itt van a rólunkról szóló rész, ugye, különböző dokumentumok, software verzió, firmware verzió, és a kamerának a kódja. Lássuk akkor itt a különböző egyéb dolgokat, ugye fent találunk még egy galériát, ami most nekünk fontos per pillanat az az, hogy találunk itt egy X3-as gombocskát. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor némi nemű kis felbontás, javítás jelenik meg egyébként, és akkor egy kicsit ilyen élesebbek lesznek a képek alapvetően. Egy kicsit, mintha szaggatósabb lenne a felvétel. Gondolom a telefonnak a nagyon-nagyon jó minőségének köszönhető ez. Ugye egy hardware igényes folyamatról beszélünk. Ott van ugye a videófelvétel és a fényképezőgép lehetőség. Középen találunk egy ilyen szemikont, és gyakorlatilag itt három mód közül tudunk választani. Az egyik mód a Ninja mód. Ebben az esetben gyakorlatilag nagyon minimális fényerővel fog a kijelzőnk világítani. Azaz, ha este egy erdőben vagyunk, és mondjuk mi vadászok vagyunk alapvetően, akkor nagyon minimális fény fog felénk jönni, tehát ilyen, mint egy el tudunk bújni, rejtőzködni tudunk, és ilyenkor gyakorlatilag sokkal több mindent fogunk látni, hogy mi az, ami valóban érdekes lehet számunkra, ugyanis egy erdőben csak a nagyon meleg pontokat kellene, hogy megjelenítsük, tehát a fák is ugye ugyanúgy pirossal ki lesznek rajzolva, a Ninja Mode-ban viszont a valóban meleg pontok lesznek csak kirajzolva alapvetően, tehát ami tényleg meleg. És jelen esetben a műhelyben azért így olyan sok ilyen pont nincs, de azért láthatjuk a monitoromnak a világítását, láthatjuk szemben a kis DJI-t, hogy az mennyire melegedik, hogy nagyon-nagyon kirívóan eltér a hőmérséklete alapvetően a benti tárgyaktól. Középső módban már gyakorlatilag kirajzolódik teljesen a színskála. Természetesen tudunk választani, hogy zöld legyen, ilyen pirosras legyen. Ugyanúgy tudunk menni ebbe a Ninja mód jellegű dologba, fekete-fehér, és így tovább gyakorlatilag többféle palettát tudunk választani. Ha a zöld ikonra megyünk, akkor pedig lenne egy ilyen pixel duplikációt alkalmazunk, ahol gyakorlatilag megint egy ilyen szebb képminőséget kapunk, maradjunk annyiban, tehát egy kicsit élesebbek lesznek a tárgyak. Tehát azért látható, hogy itt most egy kicsit ilyen a kamera az nem annyira éles, amennyiben zöldre váltok, akkor így több részlet rajzolódik ki. Természetesen erre még rá lehet indítani az X3-as funkciót is, ami még egy kicsit javít ezen a dolgon, és így most már láthatjuk, hogy a kamerának melyik részei az, ami sokkal jobban melegedik, mint a többi. Ez a kamera nem beltérre készült, hanem inkább kültéri használatra. Ez alatt érthető akár a vadászat, akár a természeti megfigyelések, és akár az ilyen kültéri egyéb megfigyelések. Szóval tehát nem az ilyen 1-2 méterre lévő tárgyakat szokták ezzel a típussal nézegetni. Most éppen ezért kaptuk hozzá ezt a markolatot, amivel ugye sokkal egyenletesebben lehet tartani magát a telefont, és nem lesz ilyen remegős a felvétel alapvetően. Tehát így nézünk ki, amikor fél vagyunk szerelve gyakorlatilag. Kijöttem itt a teraszra, hogy a teraszról azért látunk egy-két dolgot, hogy milyen remek helyű szigeteléssel rendelkeznek ezek a társasházak. Természetesen a villamos megállóban is az emberek, és stb. Hát, ezt kell, hogy mondjam, hogy kegyetlen, hogy ez a kamera, ez brutális. Ez elől nem lehet elbújni, de szó szerint egy az egybe. Hát hihetetlen. A képfrissítés az meg, hát megint csak. Ez az egyik módunk. Nézzük a másikat, amikor segít nekünk kirajzolni a
alakok, tárgyaknak a pontosabb formáját. Ilyenkor kicsit, mintha szaggatósabb lenne szemre, viszont cserébe élesebb lesz a kép. És természetesen van a Ninja Mode, amikor csak a kiemelt pontokat rajzolja ki nekünk. Tehát nem rajzol ki minden egyes fát feleslegesen, hanem tényleg csak valamilyen melegebb tárgyat, vagy élőlényt alapvetően. Mondjuk így Ninja Mode-ban egyébként már a házak már nem világítanak alapvetően. Az a nagy helyzet, ha kiszállok, ezek azonnal 5 kilométerre elfutnak. De megdöbbentő, hogy mennyire durván látszanak. Itt előttem van egy kis tisztás, és ezek itt tanyáznak. Egyébként az ember azt hinné, hogy sötétben semmit nem látni. Hát alapvetően eme vadállatokat nem látom, az biztos, szabad szemmel. De az orromra azért nem esek, attól függetlenül, hogy nincs sem holdfény, se nem csillagos az ég, hanem teljesen felhős. De megdöbbentő, hogy ez a kamera ez milyen részletességgel tudja megmutatni a környéket. Összességében egy nagyon komoly kis eszközről beszélünk, és hangsúlyozom, kis eszköz, ugyanis nem muszáj magunkkal vinnünk az összes fogantyút, az összes mindent, bár lehetőségünk van úgy elvinni magunkkal az összes tartozékokat, hogy az egy csomagban sérülésmentesen szállítható legyen. Alapvetően ugye nagyon egyszerű a dolog, mert ugye a kamera az ugye könnyedén eltávolítható. És szépen a kis tokjában szállítható, ami már ilyen pici. Hát ez fergeteges. Tehát ez a része, hogy csak ennyit kell magammal vinnem. Telefon úgyis van nálam. Így már jelentősen kisebb. Szóval nagyon praktikus, hogy gondoltak arra, hogy valaki csak a kamerát és a telefont szeretné magával vinni, valaki meg az egész tartozéklistát, úgy mindenestől kábelestől. Nagyon lenyűgöző egyébként. Én magam egyáltalán nem gondoltam volna, hogy alapvetően én így fogom látni a vadakat, a bokron túl és a nem bokron túl is, de most láttam. Nagyon-nagyon komoly. A P2 Pro-val próbálkoztam ilyet csinálni, de nem sikerült egyáltalán, ugyanis egy nagy összemosott folt lett az egész mindenség. Hát nyilván az egy beltérre tervezett kamera, ez viszont egy kültérre tervezett kamera, és ugye távolabbra tud fókuszálni. Amennyiben te is szeretnél egy ilyen kamerát, egy link lesz a leírásban, ott tudod megnézni, hogy pontosan mennyibe kerül, és természetesen majd eldöntöd, hogy neked kell egy ilyen, vagy nem kell, vagy tetszik-e, vagy nem. Amennyiben a videó tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot,
és ha még nem tetted, iratkozzál fel a többiekhez is. Következő videóig is, na csá!